Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mint megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Maga biztosan verte a Budafokot a kisvárdai futballcsapat. Győzelemmel zárta az alapszakaszt a Nyíregyháza Blue Sharks. A Ferencvárostól is vereséget szenvedtek a nyíregyházi tekézők. 12 pontos győzelmet aratott a Deac ellen a Sunshine Nyikse. 2 ponttal verte a székesfehérváriakat a nyíregyházi kosársuli. Maga biztosan verte a Budafokot a kisvárdai futballcsapat. Kondás Elemér együttesen 4-2-re nyert, és megerősítette második helyét az Élovas MTK mögött a tabellán. Ezek a legnehezebb mérkőzések, amikor egy olyan csapat látogat hozzánk, aki a kiesés elkerüléséért küzd, és azért meg kell nézni most a Budafoknak az utóbbi mérkőzéseit, hogy azért legutóbb is otthon nyerni tudtak. Úgyhogy nem ígérkezett ez könnyű mérkőzésnek, viszont szerintem jól játszottunk, elég hamar sikerült gólt szerezni, utána egy szép támadás után lőttünk másodikat, utána stabilabb lett a vendégcsapat, de úgy gondolom, hogy harmadik gól az azért megnyugtató volt számunkra. Szerintem egy jó mérkőzés volt, ugye 6 gól esett, közönség jól szórakozhatott. Az egy kicsit bosszant, hogy két ilyen gólt sikerült kapnunk, ugye, amelyik egy bedobás után, egy lövésből kipattanó labdát nem tudtuk lekontrollálni, valamint ezt a második gólt, ez 100-110 méterről kicsit eltúzom, de hát ez nagyon messze volt, tehát ilyen gólt azért na. De összességében azt mondom, hogy elégedett lehetek a csapattal. Másik fél idő közepe tájékán egy kis fáradtság látszott néhány játékosnál, tehát itt a több hosszú út azért benne volt a játékosok lábába, viszont ugye 3-1 után sikerült negyedik gólt lőnünk, és ez eldöntötte a mérkőzést. Szerintem végigkézben tartottuk, tehát akár több gól is esetett volna, de ne legyünk elégedetlenek. A mai mérkőzésen az volt a tervünk, hogy két szélére két gyors típusú labdarúgót tegyünk, aki leegyegyezi a széleket, és onnan vártunk beadásokat. A Heffi is szerintem jó teljesítmény nyújtott, ő is megfáradt egy kicsit, a Viktornak ugye sérülése volt, ő is a második fél időben kicsit megfáradt, hát ugye remedzett közel 2 hetet, és most ugye bejött neki egy ilyen mérkőzés, ahol egy ilyen pozícióban lévő játékosnak azért alaptól alapig dolgoznak, de azt mondom, hogy mind a két játékossal maximálisan elégedett lehetek, annak ellenére, hogy megfáradt már mind a kettő a végére. Úgy gondolom, hogy sok gól volt, elég jó mérkőzés volt, szép gólokat lőtt mind a két csapat. Persze jobb eredményben számítottam, szerettünk volna meglepetést okozni, sajnos amíg ilyen védelmi hibákat követünk el sorozatban, ki nem kényszerített hibákból kapunk gólokat, addig sajnos esélytelenkünk arra, hogy egy nagyobb, erősebb csapat otthonában bravúr pontokat vagy pontot szerezzünk. Gratulálok a Várdának, gratulálok az Elemérnek, nagyon játszottak. Saját játékosaimnak is valamilyen szinten gratulálnom kell, mert mentek, hajtottak az utolsó percig, nem adták fel a mérkőzést, és mindig törekedtek, hogy még gólt lőjünk, még jobb eredményt érjük el. De mondom, sok a hátul, sok a ki nem kényszerített hiba, és ez mindig megbosszolja magát. Jó egyéni teljesítmények voltak a Várdánál, nálam kevesebb jó egyéni teljesítmény volt, mint csapat funkcionáltunk, de bele kellett nyúlnom a szerkezetbe is, már a 25-30 perc környékén nem sikerültük a 4 védővel, nem tudtuk megoldani a védekezést. Biztos azok is közel játszott a szerkezeti problémák is a ki nem kényszerített hibákban és a gólokban. Úgy érzem, valamivel stabilabbak lettünk utána, de hát a harmadik és a negyedik gól is, főleg a negyedik az elkerülhető lett volna, hiszen többször is lett volna lehetőség menteni. Dolgozunk, nekünk a kiesés elleni harc a fontos, nekünk nem a Várdát kell megvernünk egyébként, jó lett volna persze, de a kiesés elkerülés a legfontosabb feladatunk, jövő héten Siófok, utána a Csákvár, azt a két mérkőzést ha hozzuk, akkor nyugodt szezon végelő nézhetünk. Győzelemmel zárta az alapszakaszt a Nyíregyháza Blue Sharks. A Kékcápák hazai pályán a Vasas Akadémiát verték 85-72-re. Pontosan erre számítottunk, nagyon kemény védekezés volt mind a két oldalon, örülök annak, hogy tudtunk nyerni. Mivel kerekedtünk a Vasas fölé? Én úgy gondolom, hogy a harmadik negyedben belerősítünk a védekezésbe, és úgy láttam volna, hogy a Vasas elfáradt a végére,
és kintről elkezdtünk betalálni, és ki tudtunk harcolni magunknak előnyt, és meg tudtuk tartani ezt a végéig. Ez az alapszak az utolsó meccse volt, a legfontosabb mérkőzések, hogy most következnek a rájátszásra. Milyen állapotban van a csapat, hogy látod ezelőtt az időszak előtt? Szerintem egyre jobb formában vagyunk, mindenki nagyon várja már a rájátszást, és úgy gondolom, hogy ilyen kemény mérkőzések várnak ránk. Mérkőzés előtti felvezetőben félig tréfásan azt mondta, hogy mindenki készült a meccsre, van, aki glamour fotózása, van, aki dobóedzésen. Hát úgy látom, hogy ez a dobóedzésben jött. Igen, örülök, hogy ilyen sikeresen tudtam játszani, és ezzel, ha tudtam hozzásegíteni a csapatot a győzelemhez. A fautorány is megmutatja szerintem, hogy mennyire harcos volt a mérkőzés. Többször vezettünk 10 pont fölött, de a Vasas mindig visszajött. Mondhatni már a fault határon lévő védekezésükkel. Nagyon örülök annak, hogy meg tudtuk verni őket, és az eredmény nem tükrözi, de nagyon nehéz mérkőzés volt belülről. Illetve már most tudjuk az eredményeket, úgyhogy még kétszer ilyen mérkőzést kívánunk magunknak a Vasas ellen. Az alapszakasz a harmadik helyen zártátok, ez még csak részeredmény, mennyire vagy elégedett az elmúlt 26 meccsel? Úgy gondolom, hogy volt egy-két mérkőzés, amit a saját hibánkból vesztettünk el, és hogyha azok megvannak, akkor talán jobb helyen is zárhattunk volna. Illetve volt rengeteg mérkőzést, amit bravúrból behúztunk, szóval hogyha azok pedig elmentek volna, akkor nyilván nem tartanánk itt. Én teljesen elégedett vagyok a csapatnak a helyezésével, az alapszakasz helyezésével, hiszen két fordulóig kiharcoltuk magunknak a pálya előnyt. Hogyha úgy alakulna, akkor egyedül a döntőt kell pálya hátrányból játszanunk. Remélem, hogy megvan még a csapatban a lelkesedés, a kitartás, és maradt annyi energiánk, hogy bejussunk a négy közé, és ott onnan is tovább lépjünk. Egy küzdelmes, harcos meccsen vágott vissza Nyíregyháza a Vasasnak az ott elszenvedett vereségé, de hogy láttad, mivel kerekedtek föl a hazaiak? Elsősorban a dobó százalékukkal, de hát ez mi is kellettünk. Főleg az első fél időben úgy gondolom, hogy a remek dobó százalékuk ellenére még tartottuk a lépést. És a második fél időre sajnos a mi palánk alatti kihagyott helyzeteink azért megbosszulták önmagukat. Tudtuk, hogy a Nyíregyháza itthon azért elég jó erőt képvisel. Közben félszemmel néztük ugye a másik mérkőzést is, a TF ellenit, úgyhogy most, hogy összekerültünk a rájátszásba, most már mondhatom, hogy úgy gondolom, hogy azért egy szórakoztató párharc lesz, mert mind a két csapat felkészített taktikailag, és úgy gondolom, hogy nálunk azért hiányoztak most extra teljesítmények. Ennyi kihagyott zicserrel és oda nem figyeléssel, illetve túlsegítéssel védekezésbe nehéz, jó? Tehát csodálkozom, hogy csak ennyi lett a különbség egyébként, ez a csapat valamelyes tartását is mutatta, de hát nem a tartásunkért utazunk ide, hanem hogy nyerjünk, és következő alkalommal is ez lesz. Lehet ennek a két meccsek, amit már játszott a két csapat, valamilyen hatása a rájátszás, hiszen azt szokták mondani, hogy a rájátszás gyakorlatilag egy új bajnokság, másféle impulzusokkal, másféle nyomással. Természetesen, hát ugye itt a pálya előnyből, a Nyíregyháza pálya előnyéből szeretnénk már egyből pálya hátrányt csinálni, ugyanis úgy gondolom, hogy a szezon bebizonyította, hogy ha szoros a mérkőzés, akkor ez a mi malmunkra hajtja a vizet. Na most úgy gondolom, hogy ha Nyíregyházával sikerül itthon az első mérkőzésen egy szoros mérkőzést játszani, akkor utána a Vasason nem hiszem, hogy van visszaút nekik, de hát ez más kérdés. Nem mi vagyunk az esélyesek, viszont szeretnénk azzá válni itt a rájátszás folyamán. Sitko Ernő szakmai igazgató elégedett azzal, hogy az alapszakaszban a csapat elérte a minimális célt, viszont a rájátszásban szeretnének minél tovább jutni a cápák. Ha azt mondom, hogy a harmadik helyen zártuk az alapszakaszt, akkor alapvetően kimondhatjuk, hogy azt a célt, amit kitűztünk, ugye a négy közé kerülés volt a minimális célunk, azt elértük így az alapszakasz végén. Viszont a 8 vereség azért egy kis hiányi érzetet hagy maga után. Úgy gondolom, hogy kaptunk ki olyan mérkőzéseken, amiken nem lett volna szabad. Kicsit nagyobb koncentrációval tudtunk volna nyerni ezeken a találkozókon is. Sok mindent kell tanulnunk, ugye a fiatal csapatnak jellegzetessége az, hogy nem nyújt kiegyensúlyozott teljesítményt, de azért meg kell tanulni, hogy hogyan kell idegenben játszanunk, és ilyen találkozókat hogyan tudunk megnyerni. Összességében azért, hogyha a tabellát megnézzük, és azt mondjuk, hogy a rájátszás első körét hazai pályán kezdhetjük, akkor azt mondhatjuk, hogy végül is elértük azt a célt, amit az elején kitűztünk önmagunknak.
ebben a szezonban mutatkozott be ez az új lábonyolítási forma, hogy két csoport egy erősebb és egy gyengébbre lett osztva az NB1B. Milyen erősségű volt ez a piros csoport? Úgy gondolom, hogy nagyon jó döntés volt az MKOS-től, hogy meglépte ezt a változtatást, és talán a nézők is látták, hogy sokkal jobb és sokkal színvonalasabb mérkőzések voltak ebben a bajnokságban, mint az előzőben. Éppen ezért ugye a 8 vereséget talán lehet ezzel is magyarázni, hogy egy kicsit keményebb volt minden találkozó. Azt hiszem, hogy ez az út, ami vezethet az A csoporthoz, és egy picit talán a csapatoknak is jobban megmutatja azt, hogy milyen egy magasabb színvonalú bajnokságban szerepelni. Játékban mennyit fejlődött az együttes? Említetted, hogy fiatal csapatról van szó, sok fiatal játékos, akik már a tavainál lényegesen több szerepet kaptak, és többet is tudtak hozzátenni a meccsekhez. Ha azt mondom, hogy fejlődtünk, akkor önmagunkat dicsérem, tehát ez egy picit kényes kérdés, de úgy gondolom, hogy mindenféleképpen abban fejlődött a csapat, hogy tud csapatként játszani, az egyéni érdekeket alá tudja rendelni a csapatunk a csapatérdeknek, és ez mindenféleképpen nagy előny, illetve a fiatal játékosok is egyre meghatározóbb szerepet játszottak a bajnokság során. A mérkőzéseken többször előfordult, hogy fiatal játékos volt majdnem a csapat egyik legjobbja, és ez azt hiszem, hogy mindenféleképpen nagy előny. A Vasas elleni párharc a négy közéjutásért május elején kezdődik, addig viszont még lesz egy hazai rendezési junior bajnoki döntő. A nyíregyházi csapatban többen érintettek a felnőtt keret tagjai közül. Mi az elvárás, mire számítasz? Szintén nehéz kérdés. Természetesen hazai pályán az alapszakaszban, illetve a középszakaszban is ez az U18-as csapat, illetve nem természetes, de így alakult, nem veszített mérkőzést. Hogyha ezt nézzük hazai pályán, akkor nagyon jó lenne, ha ez a továbbiakban is így maradna, de természetesen ez nem ilyen egyszerű. Nagyon gyakran a hazai rendezésű csapatot nyomja egy teher, mert mindenféleképpen szeretné bizonyítani, hogy hazai környezetben meg tudja nyerni a mérkőzéseket. Úgy gondolom, hogy ezen túl kell lépni, és mindenki erős csapattal érkezik ide Nyíregyházára majd erre a döntőre. Mindenki másképp készül egy 8-as döntőre, mint egy alapszakasz mérkőzésre. Sokkal több idő van felkészülni az ellenfelekre, talán egy picit komolyabb felkészülés és videózással, komolyabb elemzéssel történik majd a mérkőzések előtt, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy kihívás és nagyon nagy küzdelem lesz az U18-as csapatunk részére, de bízom abban, hogy megacélosodtak így a bajnokság során, és remélem, hogy azért tudják tartani majd a jó szereplésnek a színvonalát. Tavaly a nyíregyházi csapat Debrecenben lett bajnok, nagyon sok nyíregyházi szurkoló előtt, gondolom most is akar segíteni a srácoknak, ha ott áll a mögöttük a szurkolótábor. Jövő hét csütörtökön kezdődik a döntő, két helyszínen beszélünk egy picit erről. Igen, két helyszín lesz, mert az aréna nem szabad mind a négy napon, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap lesznek a mérkőzések, csütörtök pénteken a Tiszavasvári úton, a Tiszavasvári úti csarnokban rendezzük meg az első két napot. Úgy gondolom, hogy az is egy nagyon jó helyszín, nagyon jó minőségű a talaj, úgyhogy a csapatok szerintem egy jó teremben fogják lejátszani ezeket a mérkőzéseket. Majd szombat-vasárnap beköltözik a torna az arénába, ami szerintem megfelelő környezetet tud biztosítani egy ilyen U18-as döntőnek. Úgy gondolom, hogy a hazai pálya előnye az mindenféleképpen mellettünk szól. Legfőképp akkor, hogyha nagyon sokan kilátogatnak, és nagyon sokan biztatják a csapatot. Szerintem jó mérkőzéseket fognak látni, úgyhogy mindenkit arra tudnék biztatni, vagy buzdítani, hogy jöjjön, és segítsen a csapatunknak. Így a felnőtt csapat egy pici levegőhöz jut a Vasas elleni párharc előtt. Mire tudjátok használni ezt az időszakot? Hozzátéve, hogy ugye foghíjas lesz a fiatalok hiányzása miatt a keret. Igen, foghíjas, és éppen ezért az edzéseken sem tudunk akkora létszámmal dolgozni majd, mint amilyennel szoktunk. De természetesen egy kicsit frissíteni kell a játékosokat. Az alapszakasz vége felé eléggé nagy volt a teher, minden mérkőzést kellett nyernünk ahhoz, hogy a harmadik helyre vigyázzunk és a harmadik helyet megszerezzük. Remélem, hogy egy picit kifújják magukat a srácok, viszont utána az U18-as döntő után újra vissza kell zökkenni, és nagyon nem szabad elengedni önmagukat, hiszen jó kondiba kell lenni. Úgy gondolom, hogy ezen az utolsó Vasas elleni mérkőzésen is bizonyítottuk, hogy jó erőben vagyunk, és azzal be tudunk darálni bárkit, hiszen talán a negyedik negyed megnyerését azzal is indokolhatjuk, hogy picit jobb erőlétben voltunk, mint amilyen amilyenben a Vasas játékosai voltak. Remélem, hogy ezt majd a rájátszásban is megmutatjuk, és ehhez pedig mindenféleképpen szinten kell tartaniuk magukat a srácoknak.
A Ferencvárostól is vereséget szenvedtek a nyíregyházi tekézők. A Szuperliga 20. fordulójában a zöldfehérek látogattak a Városi Stadion Tekecsarnokába, ahonnan 7-1-es győzelemmel távoztak. Rögtön a mérkőzés első sorában azt lehet mondani, hogy már eldőlt ez a mérkőzés. Ott közel 130 fás hátrányba kerültünk, a Magyarorsi Péternek is elcsúszott a csapatpontja, még az erős Adrián Szlovenszka Attila párosunk meg majdnem 100 fát kapott, és ezzel már majdnem, hogy el is dőlt a mérkőzés végkimenetele. A középső sorban a Botházi Péter kétszeres világbajnok meccsert a heteje lesz, lehet mondhatni, sima mérkőzést vívtak, és tovább nőtt a két csapat közötti távolság. A zárósorban igazából már csak a szépítőpontért léptünk dobóállásba a Kastura Zsolttal, és nagyon kellemes meglepetésre a Kastura Zsolt 600 fa felett 605-tel megszerezte a csapatpontot, és így 7-1 arányú vereséget szenvedtünk. De hozzáteszem, hogy a végjátékban sikerült faragnunk a hátrányon. Nekem is egy világbajnok Kovács Gábor jutott, és mindenképpen ez egy kellemes tapaszt volt még itt a vereség ellenére. Van még két mérkőzés a bajnokságból, Szolnokra utaztok, vasárnapi meccs lesz, ugye most lesz szombat munkanap. Milyen reményeken meg lehet esetleg a második siker, vagy az nagyon-nagyon nagy bravúr kellene? Nagyon nehéz a szolnoki pályán nyerni, mert nagyon jól játsszák a hazaiak azt a pályát. Hozzáteszem, hogy több játékosunk is játszott már korábban szolnoki színekben is azon a pályán, illetve már többször jártunk ott. Az a gondunk igazából, hogy sérülésekkel vagyunk tarkítva, ha a kedvesünknek a háta az teljesen felmondta a szolgálatot, ezért is kért cserét a mérkőzésen. Jó magamnak a térdem vacakol, és ahogy tudjuk, a Szlovenszky Tibor mindenképpen továbbra is hiányzik a térde miatt. Nagyon nehéz mérkőzés így a mi szempontunkból, de úgy gondolom, hogy igazából már semmiről nem dönt ez a mérkőzés sem a hazaiak részére, sem a csapatunk számára. Egy könnyed mérkőzést várunk, bízunk benne, hogy lesz egy-két jó teljesítmény a mi csapatunk részéről is, és abban akár benne van egy kellemes meglepetés, ami hozzáteszem, még Szolnokon soha nem sikerült ennek a nyíregyházi csapatnak. Ha valaki a tekébe 600 a fölött dob, az már elismerésre méltó teljesítmény. Te a Ferencvárosban a mezőny legeredményesebb játékos, akit 605 fejig jutottál, 4 fával elmaradva az egyéni csúcsottól, érezted már a első dobásoknál, hogy benned van egy ilyen eredmény? Hát igen, igazándiból az egész szezon ezt mutatta, hogy nagyon jó teljesítmény nyújtottam ebbe az évbe. Most sikerült ezzel a Ferencváros elleni mérkőzéssel megkoronáznom ezt a idei szezont, bár sajnos a csapatnak ugye nem igazán sikerült ez a szezon, ugyanis már most szinte 100%, hogy az NB1-be fogjuk a következő idén kezdeni, de én úgy érzem, hogy maga a csapat teljesítmény az nagyon-nagyon jó volt, és jó volt a lelkesedés, illetve a buzdítás a nézőtérről. Mi szükséges ahhoz, hogy valaki 600 fölött gurítson? Hát legfőképpen a rengeteg edzés, a nagyon nagy koncentráció, odafigyelés, illetve hát azért egy kicsit a szerencsén is múlik természetesen. Nagyon régen szerepelsz ebben a csapatban, milyen jövőképet látsz magatok előtt? Én most abba bízok, hogy tehát az én teljesítményem az nem fog romlani, illetve az NB1 kezdésekor úgy tűnik, hogy most két régi játékosunk fog visszatérni, akik külföldön dolgoztak. Én nagyon-nagyon bízok benne, hogy ők ugyanúgy fogják elősegíteni az NB1-ből való visszajutást, mint ahogy azt tették akkor, amikor az NB1-ből feljutottunk a Szuperligába. 12 pontos győzelmet aratott a Deacerden a Szentsenyikse. A nyíregyházi kosarasok 96-84-es sikerrel avatták fel a Bánki újrelátóját. A mögöttem látható lelátó az, ami most teljesen új arculatot kapott, új korlátot, polikarbonát bevonatta, a könnyebb átláthatóság kedvéért, ülőszékesítettük, magasításokat végeztek el benne a szakemberek, és természetesen így könnyebb végignézni a mérkőzés, mint a korlátnak támaszkodva. Természetesen a tornaterem egy biztonsági kamerarendszert kapott, egyrészt biztonsági funkciót lát el, hiszen figyeli ugye biztonsági szempontból a különböző külső behatolásokat, ettől védi a termet, illetve az öltözők bejáratát figyeli, a folyosókat,
valamint lehetőséget ad például, hogy streamen kiadjuk a mérkőzést magát majd a későbbiek során, és adott esetben közvetíteni tudjunk innen interneten online ugye mérkőzéseket. Reméljük erre egyre több lehetőségünk lesz majd. Júliusra fog megvalósulni a kinti korábban elkészített streetball pályához kapcsolódó lelátó bővítés. Ott egy 400 férőes lelátót alakítunk ki, illetve a külső helyszínek teljes világítása majd megtörténik ki kandeláberekkel, úgyhogy majd kinti szabadtéri mérkőzéseket is, B33 fordulókat is lehet majd természetesen bonyolítani. Nem csak a környezet épül, szépül, hanem a csapat is. Mennyire vagy elégedett az eddigi szerepléssel? Ugye közelítünk az alapszakasz végéhez. Többé-kevésbé meg vagyok elégedve a csapat munkájával és a szakmai vezetés munkájával, mert jelen pillanatban második helyen vagyunk a tabellán, holt versenyben, igaz, a Szolnok együttesével, akiket a múlt héten legyőztünk, és a Cegléd az, aki szintén feljutási terveket dédelgetve az első helyen áll. Természetesen mi már az élbolyban játszottunk mindenkivel, ők még játszanak majd egymással, de nekünk sincsenek egyszerű mérkőzéseink, több olyan mérkőzés előtt állunk, amely a középmezőnybe tartozó csapatok lesznek az ellenfelek, tehát hozzájuk utazunk, vagy éppen ők utaznak ide, szóval nem lesz könnyű dolgunk, hiszen egy rossz pillanat, egy rossz hétvége, és fogást találnak rajtunk, akkor abban a pillanatban már elvesztettük azt a helyzeti előnyt, hogy a rájátszásban majd később jól szerepeljünk, és a feljutásért küzdhessünk. Említetted a feljutás, kevés veresége van a csapatnak, az is nagyon szoros vereség. Ha úgy hozzá az élet, hogy feljutnátok a NB1-ben zöld csoportjába, ugye, ami Magyarországon a harmadik osztálynak felel meg, vállalnátok? Én azt gondolom, például a HEP kupában is játszottunk már B-csoportos csapattal, és megálltuk a helyünket. Jelen pillanatban ezt mindenki, aki látja a keleti csoport küzdelmeit az NB2-ben, azt mondja, hogy az első 4-5 csapat az megállja a helyét a zöld csoportban is, vagy legalábbis küzdelmes és fej-fej melletti mérkőzéseket tud játszani az ottani alsóházzal. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nem lehajtott fejjel kell nekünk a B-csoportba kullogni majd, vagy illetve oda begyalogolni, hanem vannak reményeink. Picit döcögős kezdés után még ő maga biztosan 12 ponttal legyőzte a Szánysenyik se a Deac második csapatát. Mi kellett ahhoz, hogy meglegyen ez a mérkőzés is? Azt tudtuk, hogy egy erős ellenfél, egy képzett ellenfél ellen kerülünk össze. Kintről nagyon jó kezű játékosok alkotják az ellenfelet, nagyon sok pont van az ellenfélben, ezt az eredményeik is mutatják. Alapvetően arra készültünk, meg azt tudtuk, hogy ha szoros aktív védekezéssel tudunk dolgozni, szorítunk a védekezésen, akkor van esélyünk a győzelemre, mert összképben azért a pontok nálunk is megvannak. Ez a meccs nagy részében sikerült, viszont 80 pont fölött kapni az nem igazán ildomos, és ez tette nehézzé a mérkőzést. Mennyire biztos, hogy jövőt tekintve, hogy azért a csapat már jó ideje hozza azokat a meccseket, amelyeket papírforma szerint hoznia kell? Én azt gondolom, hogy biztató mindenféleképp. Annak örülünk, hogy stabil lett a csapatunk, kialakult az az erőviszony, amiben én úgy gondolom, mi itt a mezőnyben meghatározó szerepet játszunk. Ezt a helyezésünk is mutatja, és az eddig elért eredményeink is. Következő fordulóban Békés Csabán lép pályára a csapat, milyen esélyekkel, hiszen ebben a bajnokságban sem könnyű nyerni idegenben. Mi mindig egy lépésre tervezünk előre, azt tudni kell, hogy azért, mint minden más csapatnál ebben az osztályban, azért dolgoznak a fiúk, tanulnak a fiúk, és most az érettségi előtt, illetve hát olyan fajta munkákat végeznek a játékosaink, ahol nem könnyű eljönni egy munkahelyről, hétköznap este játszunk, még nem tudjuk, hogy milyen csapatszerkezetben csapatjátékosokat tudunk elmenni, nagyon képlékeny még a szituáció. Ha teljes csapattal megyünk, akkor természetesen reális a győzelmi esély, így azért vannak kérdőjelek, de természetesen alapvetően győzelemért utazunk. Kétpontos győzelmet aratott a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia ellen a nyíregyházi kosársuli Farkasinszki Gyuláni együttese 69-67-re verte Székesfehérvári ellenfelét. Az igazság, hogy azért, amikor Székesfehérváron voltunk, azért nagyon jó formát fogott ki egy jó pár játékosunk, tehát ugye azért az elképzelhető volt, hogy hazai pályán azért felkészül belőlünk is az ellenfél, és akkor kicsit két más mérkőzést vezetek, mert erre is számítottunk, hogy hogyan az a laza mérkőzés, de ott is egyébként egy negyed volt laza, amikor egy olyan védekezés formát választott az ellenfél, aminek nagyon feküdt, most viszont nem követte el ezt a hibát, tehát most azért egész mérkőzésen
szinte végén befogással védekezett. Ami talán nehezebbé tette a mostani mérkőzésünket, az az volt, hogy hamarabb kezdtünk el becserélni. Tehát én úgy gondoltam, hogy a játékosainknak mindenkinek adjunk elő játék lehetőséget, tehát végülis így vagyunk egy egység, ahogy vagyunk. És ott a védekezésünk néha-néha azért elcsúszott, és ebből kaptuk ezeket a pluszpontokat. Tehát végülis végig mi vezettünk, tehát is igazából mindig elmentünk 8-10 ponttal, aztán megint főtt az ellenfél, aztán megint elmentünk 8-10 ponttal, tehát körülbelül ez volt a játéknak a képe. De én úgy gondolom, hogy egy percig nem fordult veszélybe az, hogy mi ezen a mérkőzésen kikapjunk. Az, ami azért minősíti, hogy milyen mérkőzés, hogy ellenünk komplett csapattal játszott, hogy ez a Székesfehérvár, Debrecenben már ugye kevesebb játékossal ment át, tehát jó ottunk az, akit megtisztelt azzal, hogy a teljes játékos állományát bevetette ellenünk, gondolom, hogy tőlünk tartott jobban, vagy nem tudom, hogy mi volt ennek az oka. Tök mindegy, mert két vereséggel ment haza, tehát ugye kikapott itt is, meg Debrecenben is kikapott. Nekünk ez egy jó mérkőzés volt minden tekintetben, tehát ugye próbálgathattuk azokat a játékelemeket, amire a későbbiekben is szükség lesz, és ami a fő, hogy megnyertük ezt a mérkőzést. Következik az utolsó dunántúli találkozó a Pécs ellen, megint nem lehet azt mondani, hogy játékos baráti időpontban, hiszen megint egy 12:30-es kezdést írtak ki erre a meccsre. Igen, az az igazság, hogy ugye ezt emeletileg 21-én játszottuk volna ezt a mérkőzést, de ugye vannak, akik dolgozók, vannak, akik iskolában vannak. Ezért ugye mi kértük azt, hogy ne 21-én, hanem 22-én legyen a mérkőzés, és 22-ére már csak ezt a lehetetlen időpontot kaptuk, ami azért eléggé szerintem nem baráti a kosárlabdázók számára. De mindegy, mert a Dunántúlon az utóbbi időben fontosan így játszottuk a mérkőzéseinket. Így azért most tanultunk az előzőekből, és az el fogunk menni előzőnek, biztos, ami biztos. Ugye ezzel a csapattal még nem játszottunk, tehát csak azt látjuk, hogy ugye játszott 2-3 csapattal a Pink. Ugye a Diósgyőr nagyon megverte, a Debrecen pedig ők verték meg. Tehát ebből következik, hogy ez attól függ, hogy melyik mérkőzésen milyen formát fognak kifogni. Ugye most ugye náluk az is kérdéses, hogy mennyit fognak most A-ban játszani ezek a játékosok, mert ugye ott is az idegen légiósok nem nagyon léptek eddig pályára. Tehát ugye ez a valami, nem tudom, tehát a Facebook szerint ugye fizetési gondokkal küzdködnek, és ugye az A-ban is ugyanazok a játékosok játszanak szinte, akik a B-be fognak játszani. De egyébként ez eddig is így volt, mert ugye a Pink játékos állomány alapján az A-ból nagyon sok játékos lejátszik a B-be, tehát a csapatnak a kétharmada játszik B-t is. Nekünk is az, hogy jó vagy nem jó, ezt meglátjuk. Tehát ez majd amikor odaérünk, akkor fog kiderülni, hogy mennyire lesznek esetleg fáradtak a játékosok, vagy esetleg mennyire vannak fölpörögve attól, hogy ugye folyamatosan más mérkőzéseket játszottak. Elmegyünk, játszunk, aztán meglátjuk. Ez az utolsó idegenbeli meccsünk, de itt már csak örömmel fogunk mindenféleképpen hazajönni, hogy végre befejeztük az utazós mérkőzéseinket. Ennyi fért a mai Sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.